Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket az Árnyék kormány sajtótájékoztatóján. Alig telt el két hét azóta, hogy sajtótájékoztatón hívtuk fel rá a figyelmet, az Orbán kormány megtette az első lépést a magyar emberek bankban tartott pénze felé. Nos, hétfőn éppen a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Fideszes elit legbefolyásosabb gazdasági embere Matolcsi György jelentette ki váratlan őszinteségi rohamában, hogy, és idézem, Magyarország olyan tartalékokkal rendelkezik a családoknál, vállalkozásoknál, ami a megnyert 2010-es évtized eredménye, csak amíg párnacihában vagy látraszóló betétben hever, addig nem vesz részt a válságkezelésben. Az árnyék kormány szerint Matolcsi György szavai bizonyítják, hogy az Orbán kormány a magyar emberek félretett pénzéből kísérelheti meg feltölteni az államkasszát, mert képtelenek az Orbáni infláció megélhetési válság megállítására. Alig több mint tíz éve az Orbán kormány már elstandolta az emberek magánnyugdíj pénztári megtakarításait, mert pénzre volt szüksége. Most pedig Orbánék szemet vethetnek az emberek bankban, készpénzben vagy értékpapírokban őrzött megtakarításaira is. Az árnyék kormány szerint azonnal tisztáznia kell az Orbán kormánynak, hogy nem nyúlnak hozzá az emberek bankban őrzött pénzéhez, mert a bizonytalanság akár bankpánikot is okozhat. Matócsi saját szavai bizonyítják, hogy a veszély valódi. A Magyar Nemzeti Bank elnöke azt mondta, ismét idézem, hogy a 20 ezer milliárd forintban mérhető a családok pénzügyi megtakarítása ezt az összeget most teszi, az infláció pedig fel lehetne használni. Mindannyian ismerjük az elmúlt 12 évből, hogyha a Fidesz szerint fel lehet használni valamilyen pénzt, az csak egy valamit jelenthet. A pénzt el fogják venni, vagy el fogják lopni. Az árnyék kormány szerint Matócsi György szavai bizonyítják, hogy az Orbán kormány a magyar emberek félretett pénzéből kísérelheti meg feltölteni az államkasszát, mert képtelenek az Orbáni infláció és megélhetési válság megállítására. Alig több mint tíz éve az Orbán kormány már elstandolta az emberek magánnyugdíj pénztári megtakarításait, mert pénzre volt szüksége. Most pedig Orbánék szemet fedhetnek az emberek bankban, készpénzben vagy értékpapírokban őrzött megtakarításaira is. Az árnyék kormány szerint azonnal tisztáznia kell az Orbán kormánynak, hogy nem nyúlnak hozzá az emberek bankban őrzött pénzéhez, mert a bizonytalanság akár bankpánikot is okozhat. Köszönöm még szépen megtisztelő figyelmüket!